Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a videó március 31-én jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint ezen a napon a hold a Yeshta holdházban van. Ez utal bölcsességre, egy jó döntésre, segítségre, azt is jelentheti, hogy te segítesz másoknak. Ehhez elmondanám a mitológiát, az indiai mitológia szerint. Az indiai mitológia szerint a hold egy szép fiatal férfi, Chandrának hívják, és Chandra beleszeretett Rohiniba. Rohini lefordítva az a hajnalt jelenti, tehát beleszeretett Hajnalkába, megkérte a kezét, és Hajnalka apukája azt mondta, igen, elveheted feleségül a lányomat, de neki vannak nővérei, és azokat is el kell, hogy vegyed. Így a hold elvette feleségül Rohinit és a nővéreit is. Yeshta, ez a mai holdház, ez a legidősebb nővér. De itt nem egy idős nőről van szó, hanem egy tapasztalt, bölcs nőről, aki segít a húgainak. És pontosan ez az energia érezhető. Ezen a napon, 31-én Merkur bolygó és Neptun bolygó egy jó kapcsolatban áll, ami jelenthet mozgást, cselekvéseket, beszélgetéseket, különösen ami az érzelmeket illeti, hiszen Neptun bolygó az szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és ha megvan a hit, akkor ez az álom megvalósulhat. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. A ravasz róka az lehet egy negatív gondolat, mint például, hogy ó, ebből úgysem lesz semmi. Ez a ravasz róka jelenthet negatív érzelmeket és félelmeket, bizonytalanságokat vagy féltékenységet. Mivel ott van a róka mellett a kártya az utak, az jelentheti azt is, hogy neki óvatosnak kell lenni, nehogy rossz döntéseket hozzon, nehogy rossz úton haladjon. A ravasz róka lehet egy személy is, aki figyelgeti őt, tudni akarja, hogy milyen döntéseket hoz, lehet, hogy megpróbálja negatív értelemben befolyásolni őt, rossz útra tereli. Bal oldalon láthatóak az ő érzelmei. Kicsit türelmetlen, mozgásba akar jönni. Úgy gondolja, most lesz egy szerencsés fordulat, hogy jó döntéseket tud hozni. De oda kell figyelni a ravasz rókára, hiszen valaki figyelgeti őt, és rossz indulatú vele szemben. De ő úgy érzi, itt lesz egy jó fordulat, és a négy levelű lóhere szerencsét hoz, azt is jelenti, hogy ő boldog veled. És mit fog tenni? Az jobb oldalon látható. A felhő jelenti azt, hogy valami még átláthatatlan. Lehet, hogy töpreng azon, hogyan tovább, milyen irányba, de még nem tudja, hogy melyik döntés lenne jó. Ott van a felhő mellett a horgony, ami azt jelenti, hogy számára fontos a biztonság érzete, és úgy gondolja, úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni. A horgony az jelenti a munkát, meg a hivatást is,
Lehet, hogy ezen a területen valami még átláthatatlan, vagy nem tudja, hogy mi következik, hogyan tovább, milyen döntéseket kellene hozni, maradjon-e a munkahelyen, vagy legyen-e egy munkahelyi változás. Az is előfordulhat, hogy nálad lesznek munkahelyi változások, de még átláthatatlan, hogy hogyan tovább, hogy mi fog történni, vagy milyen döntéseket kellene hozni. A magyar kártya, amit a férjem készített, ott középen jelzi azt, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható az N betű. Most elgondolkozhatunk azon, mit jelent. Ez lehet egy név, egy helység, egy fogalom. És írd le a kommentárba, hogy mit jelent számodra az N betű. Például Nóra, vagy Norbert, vagy mint fogalom nagy, és mint helység nagykőrös. Hogy mi jut neked eszedbe, leírhatod a kommentárba. A régi írásmód középen van, ez olyan, mint egy C betű, ez jelenti a nyitottságot. Nyitottak lesztek valamire, mint például egy új irányra, egy új kezdetre. Ez a szimbólum azt is jelenteti, hogy valami érkezik hozzád, hogy megkapsz valamit. Tehát itt ennél a szimbólumnál inkább a nyitottságról van szó. A napi üzenet a napi kártya jobb oldalon látható. Ez a hölgy ott ül a lépcsőn, a háta mögött, zárva van az ajtó, úgy érzi magát, minthogyha kiközösítették volna valahonnan, mint például a munkahelyen, vagy egy csoportból, úgy egyedül érzi magát. De erős személyiség vannak nála, jó ötletek, de egyedül kell megoldania. Lehet, hogy voltak elvárásai, hogy mások nyitottak lesznek vele szemben, segíteni fognak neki, de nem így látszik, hanem inkább, mintha a háttérben minden lezáródott volna, a zárt ajtó az nem jelenti azt, hogy most itt kapcsolatok vannak, inkább, hogy neki saját magának kell megoldania a dolgait. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet, vagy látogass meg a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!